Már véget értek a munkálatok a Nyíregyházi Korong utcában. Kisteleki szülőnek ezen a részén az utca teljes hosszában műanyag csapadék csatornát helyeztek el, és záportározókat is kialakítottak. Az itt élők életét ugyanis egy-egy nagyobb esőzés is jelentősen megnehezítette. A beruházás egy olyan fejlesztés sorozat része volt, amelyet 2017-ben kezdett el a Nyíregyházi Önkormányzat. A város gyakorlatilag majd 2014-től folyamatosan foglalkozik, tehát tevőlegesen is a csapadékvizeletésével, mert 2012-ben is vizsgálta a város a csapadékvizeletési programját, vizsgálta, hogy milyen módon lehet kezelni, hiszen talán 10-ben emlékszik mindenki rá, hogy volt egy hatalmas nagy belvíz probléma itt Nyíregyházán, azután elkezdtük terveket készíteni, vizsgálatanyagokat csinálni. Ez a program, amiről most beszélünk, ez egy szakasza csak, vagy egy üteme csak a város vizes vízevetési programjának, ami hát mint egy milliárd forintos, mondjuk így, ennek 7 program eleme van. A terveken az látszik, hogy a nyulastói csatorna a rekonstrukció után a nyírszőlősi vízkárok elhárítására alkalmas, a sóstói Igrice csatorna rendbetétele pedig a város keleti részét mentesíti. A területoperatív program előírása az, hogy próbáljuk a vizeket helyben tartani, ezért nagyon sok esetben olyan csatornákat építettünk, ami helyben tartja a vizet, tehát árkok, szikasztálkakra gondolok itt, vagy záportározókról. Itt azért is van szükség záportározókra esetenként, mert olyan a területnek a vízevet és a terep viszonya, hogy ott folynak össze a vizek gyakorlatilag, és onnan tovább kell nyomni szivattyúval gyakorlatilag a vizet. Illetve nagyon sok helyen nyilván zárt csatornát is építettünk, és a nagyobb műtárgyak esetében még egyértelműen hatalmas nagy árkokról beszélünk, akkor, amikor a sóstó fürdő főbejáratánál talán emlékeznek sokan, ott olyan műtárgyról beszélünk, több méter mély csatorna árok épült ki, most is megnézhetik az emberek, hogy mekkora létesítményről van szó, kiburkolt szakaszról beszélünk ott, ahol gyakorlatilag a sóstói strand területéről kijön a csapadékvíz. A sajtótájékoztatón elhangzott, a fejlesztés sorozatra összesen 1 milliárd 36 millió forintos visszanemtérítendő támogatást nyert a Nyíregyházi Önkormányzat. Ebből a kivitelezés 897 millió forintba került.